Start! Start, elindult az Inarchy Handicap, és nagyon jól sikerült az indítás a mezőnek. A Rainbow Place kivételével jól indult a mezőn. Sebastian Ketty vállalja magára a vezetést, az egyes tartszámát kihasználva megőrzi a falat. Az ő hátára pedig fölzárkózik Sumi Nagy Ferenc kettővel, egészen kívül pedig az a Spárléd, aki legutóbb hosszúra dobogós érzést ért el. Rigoletto van jó pozícióban Fazekas Imrével, illetve Top Up-nak sikerült nagyon jól az indítás. A versenyben lévő lovak gyorsan kettesokatokkal rendeződtek, Rainbow Place helyzete pedig szinte reménytelen, amikor túl vagyunk most már az első 400 méteren, a lovak már itt vannak az első egyenesben, és tovább tudott tömörödni a mezőny. Nincs változás, Sebastian Ketty és Pap Kálmán diktálja tempót, mellé pedig megérkezik Spárléd, Sebastian Ketty is Spárléd, majd pedig ott van mögöttük Sumi, Sumi mellett pedig Top Up színei látszanak, egy kör van még hátra. Sebastian Ketty tehát változatlanul diktálja a tempót, az első nagyon-nagyon gyors néhány száz méter után jelentősen lassult itt is az iram, úgyhogy még Rainbow Place is egyéb iránt utoléri a csapatot. A vezetőló mellett továbbá is Spárléd színei vannak a legközelebb, Sumi könnyedén kézből sétál a vezetők kettős mögött, mellett a Top Up, aztán jön Rigoletto és Top Model, bent a falon ott van Tarantino, Tarantino mellett Lucky Boy tartja magát nagyon-nagyon jól, aztán érkezik No Dan, illetve az óvatosan startolt Reston kettőse, a Rainbow Place pedig a mezőny végén továbbra és a túlsó oldalra fordulva, még mindig diktálja a tempót és vezet Sebastian Ketty félosszal mellette Spárléd, Sumi-nak tovább is nagyon komoly momentuma van a vezető kettős árnyékában, Top Model pedig ebben a másodpercben a harmadik spurba teszi Varga Sándor, és Top Model megkezdi a zárkózást. Rigoletto egy kicsit beszorulni látszik a falra, Rigolettónak nem ez könnyű dolga, hogy honnan ki szeretne keveredni, hiszen több jobbról, illetve a külső spúrokban többen elindítják a támadást. Top Model mögött jön Lucky Boy, Reston is nagyon-nagyon elindul. Jön az utolsó 400, a frontban egyelőre azonban még mindig Sebastian Ketty és Spárléd párosa. Remek verseny fut a mezőny, még mindig Sebastian Ketty az élen, mögötte viszont 3-4-en is próbálnak támadást indítani, egészen kívül például Redstone-nak van egy elkeseredett támadása, benne a falon még Rigoletto tartja jól magát, ha lesz útja, akkor még át is szaladhat az élen küzdőkön. Jönnek kívül rohamok, Lucky Boynak van remek momentuma, Spárléd, illetve Sumi is, hogyha helyet talál magának, akkor még nyerhet is, de nem nagyon van ott hely, belül kell neki majd ott utat néznie Nagy Ferenc kettőnek, most azonban támadást indítésen a másik Nagy Ferenc ló, ebből kettős győzelem lehet így, hiszen Nogdán is fölérhet a dobogóra, győz, megnyeri a versenyt Sumi, Nogdán mögött a második, és a harmadik helyezést azért megtartja Sebastian Ketty, aki nagyon sokáig vezetett, ez volt az Inarchy Handicap.